Bár a növények fejlődésének jót tett, a betakarítás kezdését késleltette a szokásosnál is csapadékosabb júniusi időjárás. Az elmúlt hetekben már a szárazság dominált, a gépek így gond nélkül dolgozhattak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete legutóbbi keddi ülésén vizsgálta a gazdák eddigi jelentéseit a betakarításról. Ebből kiderült, a legtöbb helyen már befejeződött az aratás, jelenleg már csak ott dolgoznak, ahol a korábbi csapadékos időjárás miatt lelassult az érés, illetve alkalmatlannak bizonyult a talaj a betakarításra. Az egyes vetésterületek arányai az elmúlt évekhez képest nem sokat változtak. A búza foglalja el itt a kalászosok közül a legnagyobb területet, 25 ezer hektár körül szokott lenni, most is egy ilyen 23 és fél ezer körül volt. A TTK-nak csökkent valamelyest a területe, ezek inkább a napraforgó felé húzódtak el, ilyen 1000-1500 hektára, a többi növények azok szinte majdnem megegyeznek minden évben, ugyanaz mennyiségeket szoktunk elvenni. Ami a terméshozamot illeti, egyedül az 1600 hektáron elvetett zöld borsó mennyisége és minősége marad el a várakozásoktól, ennek vélhetően éppen az aratás késlekedése volt az oka. Pozitívum ugyanakkor, hogy a legtöbb őszi kalászos meghaladta az elmúlt évek átlagát, mondta el Rácz Imre. Az őszi árpára bár nem jellemző, ilyen 1200 hektár körül termelünk a megyében, de még ilyen, hogy az 5 tonnát megközelítsük, 4,9 tonna volt a termés átlag, ilyen még nem nagyon fordult elő, vagy mondhatnánk, hogy a rozs is a 3 hektárt közelíti az átlag a megyében. Én azt gondolom, hogy ezek olyan eredmények, amik eddig nem fordultak elő, vagy most a retszének az átlaga is itt 2,2-ről 2,5-ről felment közel 3 tonnára hektáronként. A szakemberek szerint a repce minőségének jót tett, hogy a tavaszi tárcsázások után csak a tavalyi növény erősebb egyedei éltek túl, a friss vetésnek pedig kedvezett az időjárás. A káposzta repce átlaghozama eléri a hektáronkénti 3 tonnát, ez is jelentős javulásnak mondható a korábbi évekhez képest, de nem lehet panasz a zab mennyiségére sem. A kukoricánál és a napraforgónál szintén jók a kilátások, bár a gazdák szerint az őszi betakarítás előtt még mindenképp szükség van újabb csapadékra.